Önkormányzati ülés itt a Városházán. Szükség is van az átgondolt döntésekre, hiszen az állami számvevőszék folyamatosan ellenőrzi a gazdasági rendszereket. A megye után most a város pénzügyi helyzetét is kontrollálták, összességében pedig úgy találta az ÁSZ, hogy stabil keretek között nyugszik a város pénzügye. A 2007-2010 közötti adatok értelmében az önkormányzat pénzintézetek felé fennálló kötelezettségei 3,4 milliárd forintról 6,4 milliárd forintra emelkedtek, a hitelek pedig a fejlesztéseket finanszírozták. A működési bevételek harmada adóbevételekből származott. Új adók bevezetésére nem került sor, viszont a kedvezmények köre folyamatosan szűkült. A város ebben a 3 éves periódusban számos pályázati támogatást nyert el, az összes fejlesztési munkák bekerülési költsége közel 27 milliárd forintot kóstált. A sikeres nagy beruházások mellett fontos, hogy az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérte bevételei és kiadásai alakulását, a kiadáscsökkentő intézkedések eredményeként pedig jelentős energiamegtakarítást ért el a város. Összességében tehát a helyzet stabil, a működési kockázatok nem növekedtek, és a hitelek visszafizetése is biztosított.